egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva. Szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, immár másodjára, Szendi Gábor, pszichológust. Szendi Gábor szakpszichológus és elméleti kutató. Köszönöm, Gábor, hogy időt szakítottál ránk. Köszönöm a felkérést és a meghívást. Az első felvételben Szendi Gábor a tények és tévhitek kezdetéről beszélt nekünk, a tudományokba, de főleg az egészségügybe. Beszéltünk arról, hogy az úgynevezett civilizációs betegségeket, mint a rák, cukorbetegség, diapozitász, Alzheimer és a többiek, mint a neve is mutatja, valószínűleg a civilizációs táplálkozás hozta magával. Most beszélünk a rákról. Te azt állítod, a rák nem genetikai betegség. Akkor mi? Hát ugye nem csak én állítom, azért tegyük hozzá, én végül is egy szintetizáló gondolkodó vagyok, aki a szakirodalmat olvasgatja és keresi a válaszokat. Hát ugye az, hogy a gének szerepet játszanak a rák kialakulásában, hogy génmutációk megfigyelhetők, ez nem azt jelenti, hogy ez az oka. Ugyanis ha vesszük a természeti népeket mondjuk, hát a hadzákat például, akkor azt látjuk, hogy a körükben nincsen rák. Na most a természeti népeket már, akik tényleg tradicionális módon élnek, azért említettem a hadzákat, mert ők még úgy élnek, ahogy 50 ezer évvel ezelőtt is éltek, tehát ők tulajdonképpen itt ragadt ős emberek. Na most az evolúció során ugye egy meghatározott étrendhez, makrotápanyagokra gondolok itt, mert nyilván az eszkimók más tesznek, mint a Tanzániában a hadzák, de minden esetre egy bizonyos étrendhez alkalmazkodott az ember az evolúciója során, és ezek a természeti népek még ugyanúgy táplálkoznak, mint az ős emberek. Na most, ha például keresünk egy másik vonalat, hogy mondjuk van ez a mellrákra hajlamosító BRCA1 és 2 génmutáció, ugye ezt például szokták hibáztatni, hogy ezeknek a nőknek sokkal nagyobb a mellrák, petefészekrák, méhrák kockázata. A helyzet az, hogy ezek a mutációk, ezek a úgynevezett káros mutációk, ezek már a majmoknál megfigyelhetők, és a természeti népeknél is. Tehát, hogy ez nagyon régóta együtt van az emberiséggel, és mégsem jelentett sosem rákkockázatot, sőt, hát egészen a 19. századig a különböző rákos megbetegedések sokkal ritkábbak voltak. Bárki rákeres a rák statisztikákra, amik mondjuk van is egy híres cikk egy valami északi országbeli szerzőktől, amiben ők a 20. századi rák gyakoriságot elemezték, és mindegyik rák kapcsának, kezdve a melanomától, a mellrákon át a vastagbélrákig, mindenhol azt mutatták ki, hogy különösen a 40-es évektől ugrásszerűen elkezdett gyakorivá válni. Most teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel párhuzamos adatokat tudunk felvonultatni arra, hogy a 20. század során egyre nőtt a finomított szénhidrátok, vagy a gyorsan felszívódónak is nevezzük, vagy magas glikémiás indexű szénhidrátok aránya a táplálkozásban, egyre jobban szorult ki a zöldség és a gyümölcs, és hát a zsír. Úgyhogy itt tulajdonképpen a fő problémát az okozza, hogy a magas inzulinszint és a magas vércukorszint az tulajdonképpen a metabolikus szindrómának a melegágya, és ez egyben a ráknak is egy táptalaja.
Tehát ezen a talajon nagyon könnyen kialakul a rák, és nyilván ebbe azért belejátszanak a különböző vegyi anyagok, meg környezeti ártalmas anyagok, de ezekkel önmagukban nem lehet megmagyarázni a ráknak ezt a rohamosan növekvő gyakoriságát. Gábor, te teljesen kizárod, hogy a rák genetikai öröklődés után történik? Az a helyzet, hogy a genetika korában, tehát manapság, mindennel kapcsolatban megnézik, hogy vannak-e gének, amik hajlamosítanak betegségre. Most minden betegséggel kapcsolatban lehet találni ilyen géneket, csak az a helyzet, hogy a gének mindig a környezettel, életmóddal interakcióban okoznak megbetegedést. Ebből az következik, hogy olyan gének, amik hajdanán veszélytelenek voltak, tehát ilyen néma gének voltak, azok most úgy jelentkeznek egy bizonyos, mondjuk nevezzük nyugati életmód talaján, mint hogyha ezek okai volnának a ráknak. Holott tehát megint azt lehet mondani, hogy ezek a gének ott voltak a régmúlt időkben is, tehát az ősidőkben, távoli 10-20 ezer évvel ezelőtti emberekben is ott voltak ezek a gének, mégsem okoztak rákot, mint ahogy a természeti népek is nyilvánvalóan hordozzák ezeket a gének, és még sincs rák náluk. Tehát szerinted ezeket a génbetegségeket mi ébresztette föl a mai rohanó élet, a civilizáció, az, hogy mindig rohanunk, sietünk, nincs időnk semmire. Mi a véleményed? Ezek nem hibás gének, hanem csak vegyünk egy egyszerű példát. A D-vitaminról tudjuk, hogy ha magas a szintje a szervezetben, akkor ez jelentősen csökkenti a rákos megbetegedés kockázatát. Na most a D-vitaminnak legalább háromféle receptora van. A háromféle receptor érzékenységben erősen különbözik. Most vegyünk egy olyan embert, aki valahol a Európa közepén vagy Észak-Európában él, és olyan génje van, amelyik kevésbé fogékony a D-vitaminra. Mivel a D-vitamin hiány elég általános és elterjedt, még déli országokban is, tehát ezt csak hiszik az emberek, hogy na majd pont ott, ahol süt a nap, hát ott meg bújnak a nap elől. Lényeg az, hogy veszünk egy európai embert, akinek, hogy az átlag általában D-vitamin hiányos még nyáron is. Na most, ha viszont a D-vitamin hiányosok közt veszük azokat, akiknek kevésbé érzékeny a D-vitamin receptora, akkor ők már 3-4-szer nagyobb kockázatnak vannak kitéve arra, hogy rákosak lesznek. Tehát ez nagyon egyszerű, például Amerikában az afroamerikai embereknél, ugye a bőrszínük miatt eleve sokkal alacsonyabb a D-vitamin, ami szintetizálódik, és például náluk 2-3-szor gyakoribbak a agresszív áttétes különböző rákok. Tehát itt a probléma ez. Ezzel szemben azt is lehet mondani, hogy viszont vannak, akiknek nagyon érzékeny D-vitamin receptoruk van, ezek az emberek pedig védettek lesznek, és akkor most lehetne egy csomó ilyen egyéb tényezőt mondani, amit közvetlenül nincs is kapcsolatban a rákkal, hanem teszem azt mondjuk valaki, hogy a cukorbetegségre is találtak legalább 20-nál több gént. Most tegyük föl, hogy valaki olyan géneket hordoz, hogy ő fokozottan érzékeny a gyorsan felszívódó szénhidrátok fogyasztására. Egyrészt ugye ő lesz a cukorbeteg, és a cukorbetegek közt eleve kb. 2-szer gyakoribb a rák. Na most ez is olyan genetikai változat, ami egyrészt nem hibás, mert nem okozott korábban senkinek cukorbetegséget, ahogy mondtam, a természeti népek nem cukorbetegek, de köztük mégis, hogyha valaki hordozza ezeket a géneket, a nagyobb kockázattal lesz ezen a túlhajszolt szénhidrát fogyasztású társadalomban
cukorbeteg. Mondok egy érdekes példát, például a D-vitamin receptorra. Hawaiban megmérték a gördeszkásoknak a D-vitamin szintjét. Ezek egész nap rövid nadrágba gördeszkáztak a tűző napon, és direkt önöket választottak a vizsgálatba, akik nem kenték magukat naptejjel. És kiderült, hogy ezek közt volt egy alcsoport, aki majdhogy nem D-vitamin hiányos volt. Még érdekesebb, ugye megnézték a hadzákat is, most már nagyon vizsgálják őket minden szempontból, amíg vannak, meg föl nem zárkoznak a mi életmódunkhoz, előbb-utóbb be fog következni, és kiderült, hogy a hadzák közt is van egy alcsoport, aki, ha nem is D-vitamin hiányos, de minden esetre jóval alacsonyabb D-vitamin szinten rendelkezett, mint a törzs többi tagja. Tehát ez mutatja, hogy most egy ilyen törzs tag elkerülne mondjuk, de mondok egy harmadik érdekes példát, nem a rákkal kapcsolatos, de ugye az autizmusnál feltételezzük, hogy a magzati D-vitamin hiány az oka. És most épp megjelent egy vizsgálat, ami kimutatta, hogy a bevándorlók, a sötétbőrű bevándorlók gyermekei közt, tehát akik már itt születtek Európába meg Angliába, feltűnően gyakori az autizmus. Megint arról szól, hogy ugye D-vitamint csak a nagyon egészségtudatos emberek szednek, a többiek meg ami nap éri őket, és akinek meg sötét a bőre, az fokozott kockázatnak van kitéve minden olyan betegséggel kapcsolatban, ami D-vitamin hiányjal függ össze. Németországban a médiák azt hirdetik, hogy déli 12 és 3 óra között ne menjünk ki a napra az UV-sugárzás miatt. Egy másik stúdium viszont azt mondja, hogy pont ez a megtiltott déli 12 és délután 3 közötti időpont az, amikor a nap hatására D-vitamin termelődik, tehát a média épp ezt az időpontot zárja ki, előtte és utána a nap sugárak esésének szöge miatt a nap csak barnít, tehát ezért van a sok D-vitamin hiányos ember a Európában? Kérdem én tőled, Gábor. Hát ez így van, és ez megint egy orvostudományi alapvető tévedés. Ugye az egész tiltás abból született, hogy a melanómát az orvostudomány mai álláspontja szerint az UV-sugárzás okozza. Na most ez egy hatalmas tévedés, erről egy külön fejezetet írtam a Tévutak az orvoslásban című könyvemben. Úgyhogy, de hát az az igazság, hogy most ha ezt nem is vesszük figyelembe, és valóban leégni nem jó, a leégés nyilvánvalóan károsítja a bőrt, és nyilvánvalóan genetikai károsodásokat, DNS károsodást okoz, tehát igenis valamicskével megnöveli a melanoma kockázatát. Különösen akkor, hogyha valaki gyerekkorában legalább 15-ször leégett. Na de hát azért nem tudom, én egyszer égtem le, egyszer égtem. Persze, szóval így van, hát az emberek azért vigyáznak a gyerekeikre általában, úgyhogy ez nem is jellemző. Én azt szoktam ajánlani, hogy tavasszal el kell kezdeni szoláriumba járni. Akkor az ember szerez egy alapszint, és utána már nem olyan könnyű leégni, és hát akkor nyilván még akkor is a fokozatosság elvét be kell tartani. Ugye a bőrérzékenységnek 6 fokozata van, és vannak akik, ugye a legfehérebbek, akik elvileg nem is tudnak lebarnulni se. Tehát őnekik vigyázni kell, mert náluk könnyen kialakul a leégés. Most beszéljünk a szűrésekről, prostataszűrés, mellszűrés és az egyéb szűrések, ami millió embert mozgatnak meg. Mi a véleményed ezekről? Menjünk el szűrésre, vagy a szűrések féldiagnózishoz is vezetnek, vagy betegségekhez? Mit mondasz te? Igen, hát most a szűrés az tulajdonképpen egy üzletág. Miután kifejlesztették a szűréshez szükséges technológiákat,
ezután elkezdték árusítani. Na most ehhez mindig egy félelem marketing tartozik. Azt sugalják, hogy bárki lehet mellrákos, bárki lehet prostatarákos, vagy tüdőrákos, vagy és még sorolhatnám, cukorbeteg, magas vérnyomásos. Ugye a szűréssel nagyon sok probléma van. Az egyik probléma az, hogy a szűrés az nem megelőz, hanem már csak megállapít. A másik probléma, hogy a szűrésekben nagyon sok tévedés rejlik, tévedés lehetősége rejlik, és ezt például a mellrák esetén bizonyítható, hogy 30%-os túldiagnosztizálás és túlkezelés történik. Na most, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha az így károsultakat és ezek halálát is hozzáveszünk, akkor azt mondhatjuk ki, hogy a mellrák szűrés statisztikai értelemben nem ment meg embereket. Most ez, amikor a laikusok olvassák az ilyen cikkeimet, meg mások cikkeit, akkor mindig lesz a hozzászólók közt legalább 5, akinek az életét mentették meg. Azáltal, hogy szerintük időbe fedezték fel a daganatot. Na most ehhez megint két megjegyzés. Egyrészt, ha minden egészségesnek tűnő nőt 2 évente szűrnek, akkor egészen biztos, hogy lesznek valóban olyanok, akiknek már valami elkezdődött a mellében. De nem tudjuk, hogy mondjuk a példában említett 5 hozzászólóból mennyi a félrekezelt. Valószínűleg 2. Tehát most így arányaiba tekintve a vizsgálatok alapján azt mondhatjuk, hogy 2 tévesen diagnosztizáltak, tévesen műtöttek meg, tévesen kapott sugárterápiát, vagy kemoterápiát, vagy mindkettőt, és ő azt hiszi, hogy őt megmentették. Na most az a probléma, hogy ezeknek a kezeléseknek hosszú távon súlyos következményei vannak. Ebből az következik, hogyha valakit tényleg meg kellett operálni, és tényleg meg kellett menteni, az örülhet, hogy kapott 10-15 évet az életébe. Tehát őt akkor a kezelési kockázatok kevésbé fogják zavarni. Viszont aki csak kezelési kockázatokat kapott, azt tulajdonképpen azzal fogják megrövidíteni az életét. Na most a mellrák szűréssel az is probléma, hogy a mammográfia olyan sugarakat bocsájt ki, amik az ismételt szűrések során felhalmozódnak és DNS károsodást okoznak, és a mammográfia sugárzása mellrákot okoz elég jelentős arányban. Különösen ugye akik ezt a bizonyos BRCA1 vagy 2-ként hordozák, azokat még sűrűbben és még fiatalabb korban kezdik szűrni, és ezeknél még nagyobb a kockázata annak, hogy a sugárzás hatására a mellrák alakul ki. A harmadik probléma, ezek ilyen óriási vizsgálatok voltak, mint ország egyik felét összehasonlítottak a másik felével, tehát hogy nagyon komolyan vehetük az adatok. Azt a meglepő megállapítást tették, hogy azt hiszem egy svéd vizsgálat volt, hogy az ország egyik felét összesen 2-szer mérték meg, 1-szer és 10 év múlva, a másik a felét meg 2 évente. És a 2 évente szűrtek közt 30%-kal több volt a mellrákos eset. És akkor elkezdtek gondolkodni ezen, hogy ez hogy lehet. Hát úgy lehet, az egyik magyarázat, és ez hihetőnek hangzik, hogy az 1-2 centiméteres csomók, azok egy idő után, ha nem bántják őket, akkor felszívódnak. Végül is van immunrendszerünk, és az védekezik. Nem lesz belőle rák. Viszont ahogy a mammográfon ugye felfedezik ezt a kis csomót, ráijesztenek a nőre, és azonnal kezdődik a kezelés. Ha azt tennék ilyenkor, hogy azt mondanák, hogy na, jó lesz vigyázni, ezt akkor most ezentúl rendszeresen figyeljük, akkor kiderülhetne, hogy ez közben szépen felszívódik. Pláne még az illető elkezd D-vitamin szedni, mert nekem olyan leveleket szoktak írni emberek, hogy kiderült, hogy mellrákon van, tessék mondani, mennyi D-vitamint kell szedni, hogy hallottam, hogy az jó. Hát persze még a diagnózis után is nagyon fontos lenne, bár az onkológusok tudnák ezt és ajánlanák, de hát egy kicsit megkésett, mert hiszen lehet, hogy ki se alakult volna.
A koleszterin hazugság című könyv professzor dr. Walter Hartenbachtól itt van előttünk a stúdió asztalán. Fő témája az, hogy a koleszterin életfontosságú. Vizsgálatok alátámasztják, hogy a leghosszabb ideig élő matuzsálemek mind nagyon magas koleszterin szinttel rendelkeztek. Aztán foglalkozik a könyv azzal, hogy nincs rossz koleszterin, hogy a koleszterin nívó csökkentése káros az egészségre, arra is rámutat, és arra, hogy a koleszterin nem hat az ér elmeszesedésre és a szívinfarktusra sem. Az ér elmeszesedést és a plakk képződést nem a koleszterin okozza, fejti ki a könyv. Hogy látod te ezt? Hát így van, most megnéztem ennek a könyvnek az első kiadását, németül nem tudok sajnos, de csak megnéztem, hogy 2002-ben jelent meg először. Ezt most megmondom őszintén, azért néztem meg, hogy ez az úr, ez most egy epigone, aki a mások által már alaposan feldolgozott témát adja közre. Mondjuk akkor se volna haszontalan, de nem, ő is egy úttörőnek tűnik ebben a témában. Én is egyébként pont 2002-ben találkoztam először ezzel a problematikával, egy Uffe Ramskov, kiejteni is nehéz, valami dán vagy norvég szerző, egy családorvos, aki hát szinte mellékesen az életét tette föl erre, hogy koleszterin szkeptikus legyen, de van is egy ilyen társaság. És ő neki 2002-ben vettem meg a Koleszterin mitosz című könyvét, és azóta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Hát gyakorlatilag, ha könyveket lehet erről írni, akkor ezt most össze se lehet igazán foglalni. Amit elmondtál, az úgy igaz, ahogy mondtad. Ezeket mind koleszterin paradoxonnak tekinti a mai orvoslás, hogy lehet, hogy a koleszterin, ami elvileg ugye minden baj okozója, az hosszú életet biztosít, hogy tovább élnek azok, akikben magasabb az úgynevezett rossz koleszterin is, és akkor ezeket ilyen majd később megmagyarázandó furcsaságnak tekintik, holott hát mindig az új paradigmák a tudományban mindig akkor jelennek meg, amikor megjelennek ilyen az uralkodó elméletbe bele nem illeszkedő ellenmondások, és akkor jön valaki, már jöttek, és ez a német szerző is ezek közé tartozik, aki azt mondja, hogy hát csináljunk egy olyan elméletet, amiben a korábbi elméletben hibának tűnő jelenségek, azok nagyon szépen összeállnak. Ugye tehát az az igazság, hogy a koleszterin mitosz vagy hipotézis, ez amikor az 50-es, 60-as években megszületett, már halva született. Tehát volt egy John Yudkin nevű kutató például, aki már a kezdetektől azt állította, és ki is mutatta statisztikai vizsgálatokkal, hogy a cukorfogyasztás és a finomító szénhidrát fogyasztás az oka a szív- és érrendszeri betegségnek. És hát őt nevetségessé tették, ugye a tudomány, az üzlet is, és hatalmi kérdés is, és egy Ansel Case nevű amerikai fiziológus, akinek egyébként elég szoros kapcsolata volt a cukoriparral is, nem véletlen, ugye a cukoripar arra használta az Ansel Case-t, hogy ő bizonyítsa be, hogy nem a cukor okozza a szív- és érrendszeri betegséget, sőt még a cukorbetegséget sem, hanem a zsírfogyasztás. Úgyhogy ez pár éve megjelent egy nagy leleplező munka, ami rámutatott arra, hogy hogyan pénzelte a cukoripar a különböző kutatókat, hogy aztán azok hitük szerint azt mondták, amúgy is, mert ostobák voltak, vagy egyszerűen nézetet váltottak, és azt mondták, hogy jó pénzért bármit igazolunk. Na most az Ansel Case az ugye bekerült az Amerikai Szívtársaság vezetőségébe, bevitte a barátait, és onnantól hát tulajdonképpen közegészségügyi politikává vált az, hogy az állati zsír az veszélyes. Na most én azt szoktam mondani erre, hogy kérdezzünk meg egy általános iskolást, hogy ha
hallott arról, hogy a vademberek úgymond mit esznek. Hát mit esznek a vademberek, mondja a kisiskolás. Hát eszik az állatokat, és azokban állati zsírok vannak. És akkor azt mondjuk neki, hogy hát de figyelj, Jöcsi, ezek közt egyáltalán nincsen szív- és érrendszeri beteg, akkor te szerinted lehet oka az állati zsír ennek a betegségnek? Hát akkor teljesen logikus, hogy nem. Na most ez a probléma, hogy amit egy kis általános iskolás teljesen logikusan megért, és néven is nevez, azt a nagy okos orvostudományi kutatók és orvostársaságok vezetői nem hajlandók tudomásul venni. Nem akarják, mert közben ez egy óriási bizniszé vált, tehát a koleszterin szint csökkentők gyártása hatalmas bevételt jelent a gyógyszeriparnak, és gyakorlatilag, hát éppen most ma kértem egy külön lenyomatot, egy a British Medical Journalben jelent meg egy cikk. A gyógyszer engedélyező hivatalok, ugye a FDI Amerikában, a Európai Gyógyszerügynökség, stb. Ezeknek 80-90, a büdzséjüknek 80-90%-át a gyógyszeripar fizeti. És az ausztrál gyógyszerügynökségnek a büdzséjének a 96%-át fizeti a gyógyszeripar. Na most, ha megnézzük, hogy a gyógyszerengedélyezés hogy megy, akkor az úgy megy, hogy 10 gyógyszerből 9-et engedélyeznek. És aztán mindig a szedés követő évtizedekben derül ki, hogy milyen súlyos halálos mellékhatásaik vannak ezeknek. Ezek a dolgok egy kicsit ismerősek, így volt ez a kenderrel is, először Amerikába betiltották, mert más anyagi bevételt károsított volna, kitaláltak róla ezt és azt, a kendernek a rehabilitása most már folyik, hál' Istennek, és mindig voltak olyan mozgató erők, akiknek a pénztárcájukat ez vagy az veszélyeztette, és ennek alapján történtek tiltások vagy megengedések. Hát és ugye a csapda az, hogy ma már léteznek ezek a bizonyos protokollok, tehát pár évtizede még az orvos maga döntötte el, hogy szerintem ilyen terápia volna az indokolt a betegnek. Ma már előírják neki, hogy ha a labor értékben egy tizeddel följebb van a koleszterin érték, akkor kötelező neki koleszterin szint csökkentőt felírni. Na most hát jól ismerjük a történelemből, elég csak a náci korszakra gondolni, hogy nem lehet állandóan parancs megtagadásban élni. Az, aki belátja, hogy neki ezt föl kell írnia, előbb-utóbb azonosul vele, és már maga is elhiszi. Hogy hát csak nem mondanák ezt, hogyha nem ez volna az igazság. Ez finoman kifejezett agymosás. Igen. Ami még kimaradt, a koleszterin csökkentése. Mit okoz a koleszterin szint csökkentés? Hát mondjuk tekintve, hogy az agynak a szárazanyag tartalmának 25% a koleszterin, és az emberi szervezet összes sejtje koleszterint tartalmaz, az építőanyag a sejteknél világos, hogyha csökkentjük a koleszterin szintet, akkor számos rejtett vagy nyilvánvalóvá váló problémát okoz. Például az emberek 20-25%-ában izomfájdalmat okoz a koleszterin szint csökkentő. Na most ilyenkor azt mondják, hogy nem baj, mert a maga életéről van szó, tehát azért csak szedje tovább. Most ugye jól ismert, hogy ez izomsejt széteséshez is vezethet, és az viszont egy halálos vesekárosodást okoz. De arra nem gondol senki, hogy a szív az egy nagy izomtömeg. Na most vizsgálatok igazolták azt is, hogy valóban, hát a szívizomban is lenne, vagy volt koleszterin, és ha annak csökkentjük a szintjét, akkor a szívnek a munkája romlik. Tehát ezek csak példák voltak, millió ilyet lehetne hozni, de a legmarkánsabb, tehát hogy az ember nem ért ilyen biokémiához, meg sejtszintű dolgokhoz, hanem csak azt mondja, hogy jó, hát akkor nézzük meg a koleszterin szint csökkentő vizsgálatokat, ugye ott akkor az azt jelenti, hogy 5-6 évig
az egyik csoport kap koleszterin szint csökkentőt, a másik csoport meg placebót. És akkor megnézzük a 5.-6. év végén, hogy hányan haltak meg szívhalált az egyik, és hányan a másikban. Na most én 2011-ben kigyűjtöttem 20 koleszterin szint csökkentő vizsgálatot, és ebből 19-ben nem volt szignifikáns különbség szívhalálban a két csoport közt. Egy vizsgálatban mázlisták voltak a kutatók, valami egészen csekély különbség volt, csak a statisztika ugye olyan, hogyha nagyon nagy volt az elemszám, tehát a betegek száma nagyon nagy volt, akkor nagyon könnyű kis különbség esetén is már statisztikailag szignifikánsnak találni azt az eredményt. De hogyha egyszerű, megint megkérdezik az általános kisiskolás, hogy te öcsi, ha most van itt ez a gyógyszer, és azt állítják, hogy ez megóv minket a szívhaláltól, és 19 vizsgálat ezt nem tudta igazolni, csak egy talált ilyet csekély mértékben, akkor szerinted érdemes szedni? Hát nem, hát 19 vizsgálat azt igazolja, hogy ez nem menti meg az életet. Tehát akkor minek szedjük? És akkor ez most nagyon durva megközelítés, mert akkor a mellékhatásokról nem beszéltünk. Pontosan. Tehát az érel meszesedést és a plak, az agyi lerakódás képződésébe. Hogy zárjuk le ezt a témát? Hát úgy, hogy a magas, pontosabban az ugráló inzulinszint és vércukorszint, ami jellemzi a nyugati táplálkozást, ugye reggelire, ebédre, uzsonnára, 10 óraira, hát vagy 5-6-szor esznek az emberek finomító szénhidrátot, olyan, mint a hullámvasút a Vidámparkban, a vércukor és inzulinszint, ez gyulladást okoz az érfalban, sérülések keletkeznek az érfalban, a szervezet megpróbálja ezeket a sérüléseket befoltozni, és ekkor valóban koleszterin rakódik le az érfalban, nem az érfalra, hanem az érfalban. Ami viszont csökkenti a rugalmasságát? Igen, na most van egy még egy érdekesebb dolog. Ugye miközben a koleszterin hipotézist folyamatosan próbálták igazolni, és állandóan ellentmondásokba ütköztek. Ugye kezdetben ezért vezették be, hogy nem az összkoleszterin a bűnös, hanem van a HDL meg az LDL. Aztán az LDL-t elkezdték további frakciókra bontani, és kiderült, hogy az LDL-nek valóban van egy összetevője, úgy hívják, hogy kicsi, nagyon sűrű szemcsék. Ezek olyan picik, hogy be tudnak jutni az érfal mikrosérülésein keresztül, és akkor az alapkérdés az, hogy mi emeli meg ezeknek a apró sűrű LDL szemcséknek a számát a vérben? A szénhidrátfogyasztás. Tehát tulajdonképpen a rossz elméletek mindig azt csinálják, hogy addig akarják igazolni magukat, míg a saját sírjukat megássák. Érdekes. És nagyon igaz. A depresszióról kicsit már beszélgettünk az első felvételben, de most légy szíves, fejtsd ki még egyszer, mi a depresszió, és miért nem az alacsony szerotonin, amit boldogsághormonnak is neveznek, az oka a depressziónak. Nem vagyok boldog, hát depresszióba beleestem. Valahol logikus lenne a felületes szemlélőnek, de... Hát még senkinek nem mérték meg a szerotonin szintjét, úgyhogy azért ez megint egy mitosz. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a 20-21. századnak két nagy mitosza van, a koleszterin mitosz és a szerotonin mitosz, mind a kettő iszonyú nagy üzletnek bizonyult. Na most, ha kicsit messzire elmegyünk az evolúcióban, és azt kérdezzük, hogy ugye elvileg depressziós mindenki tud lenni, akkor ez nyilvánvaló, hogy egy hasznos dolog. Csak ma tűnik úgy, hogy nem az. Mitől lesz a természeti ember, és milyen mechanizmus által lesz depressziós? Ugye a természeti ember, ha fertőzést kap, ha fizikai sérülést szenved, vagy elveszíti valamilyen szeretett társát, vagy gyerekét, akkor
azt látjuk, hogy depresszióba esik, visszavonul a közösségi élettől, nem megy el vadászni, étvágytalan lesz, csak aludni akar. Ugye ez a depresszió klasszikus tünetei. Na most ugorjunk egy kicsit a mába, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha valaki mondjuk influenzás lesz. Hát az egy jellegzetes dolog, hogyha influenzásak vagyunk, akkor pontosan a depresszió jeleit mutatjuk, aluszékonyak vagyunk, étvágytalanok vagyunk, rossz kedvünk van, nem akarunk senkivel kommunikálni, csak fekszünk az ágyban. De nem gondoljuk, hogy depressziósak vagyunk, hiszen van egy kiváltó ok, az az influenza. Na most mi a közös a fizikai sérülésre, vagy a gyászra adott depresszió, és mondjuk a fertőzés okozta a depresszió között? Az, hogy mindegyik esetben az immunrendszer aktiválódik, és olyan gyulladás faktorok keletkeznek, amiket az agy úgy érzékel, arra használ, ez egy evolúciós trükk, arra használ, hogy na öreg, téged most kivonunk a forgalomból, mert ahhoz, hogy meggyógyuljál, akár lelkileg, akár testileg, ahhoz neked most itt nem szabad ugrálni. Hát még a minden orvos azt mondja, hogy ha valaki beteg, akkor feküdjön, ne legyen aktív, mert az immunrendszerét, immunrendszer nagyon sok energiát követel, tehát ez egy energiapazarló működő rendszerünk. Tényleg, ha a fizikai aktivitás meg egyebeket folytatunk, akkor elvonjuk az energiát a immunrendszertől. Na most akkor az a kérdés, hogy a 20. században miért vált olyan gyakorivá a depresszió, sőt egyre gyakoribbá? Ugye most már elmúlt 2020, de a kedvenc mondásom az volt, hogy lehet az, hogy a depresszió ellen létezik már 60-80 féle antidepresszáns, és mégis a WHO annak idején azt jósolt, hogy 2020-ban a második leggyakoribb oka lesz a munkából való kiesésnek a depresszió. Hát mondom én, ha TBC ellen van gyógyszerünk, akkor már nincsenek TBC-sek, hát most a hajléktalanok közt vannak, de nyilván őket is meg lehetne gyógyítani. Tehát ez egy furcsa ellentmondás. Ha viszont a depresszió gyulladás hipotézise felől közelítjük meg a dolgot, akkor az a kérdés, hogy a 20. században egyre gyulladtabbak az emberek? Azt mondhatjuk, hogy igen, ugyanis a nyugati táplálkozás gyulladás keltő. Ezért én ezeket a legtöbb depressziót én indokolatlan depressziósnak nevezem, tehát arról ismerni fel az indokolatlan depressziót, hogy a kiváltó ok nem áll arányban a következménnyel. Tehát, hogy valakire csúnyán néztek, vagy elhagyta a barátnője, vagy a főnöke megróta, és akkor ő depresszióba esik. Valójában arról van szó, hogy minden stressz növeli a gyulladás szintet, és ha valakiben már eleve magas, elég egy csöpp hozzá, és már ő átesett a küszöbön. Na most, hogy a táplálkozásnak döntő szerepe van a depresszió kialakulásában, azt számos olyan vizsgálat igazolja, az egyiket pont egy pszichiáter, többet egy pszichiáter végzett, tehát mondjuk ezt, hogy ő a jó pszichiáter, aki átállt a másik oldalra, aki keresi az igazi okot. Ki lehet mutatni, hogy a nyugati táplálkozás kétszeresére növeli a depresszió kockázatot, a mediterrán, vagy a paleo, vagy a low carb táplálkozáshoz képest. Tehát gyakorlatilag ugye ezek a egészséges étrendek, ezek mind gyulladás csökkentő hatásúak. Hol keletkezik ez a gyulladás? Csak egy végső magyarázat, hogy értsék a hallgatók. Ugye a hasi zsír az egy hormonszerv. Az nem csak zsírlerakódás. A belső zsír, a máj zsír, a belek és a belső szervek közt lerakódó zsír, ez egy hormonszervként működik, és folyamatosan olyan gyulladásfaktorokat bocsájt ki, amilyet az immunrendszer bocsájt ki, amikor fertőzés ér minket. Na most ez a magas gyulladás szint, ez a szervezet szintű gyulladás, ez eljut az agyba, és ez az, ami előfeszíti, mint egy előkészíti az egyént arra, hogy bármilyen egyéb tényező belép az életébe, és egyből depresszióba fog esni. Mit ajánlasz így gyorsan a rádió hallgatóinak depresszió ellen? Mit ajánlasz? Hát, amit elsőként ajánlanék, azt nagyon kevesen fogják megfogadni, de akik már így élnek, azok meg örülnek neki,
mert a alacsony szénhidrát, tehát a low carb, amiben nem szerepel csak növényi eredetű szénhidrát, meg sok zsír, meg sok fehérje, ez volna az elsődleges ajánlás, de a második ajánlás az az omega-3 nagy mennyiségben való szedése. Tehát az omega-3 az egy... Omega-3? Omega-3, hát most leginkább a kapszulában, mert Németországban is a lakosság statisztikák szerint nem fogyaszt elég halat. Meg már eleve ezek a halak mire a tengerekből ideérkeznek és mélyfagyasztva, már és... Szennyezett. Abban már egyrészt szennyezett, másrészt meg kétes, hogy mennyi omega-3 volna benne. Legegyszerűbb jó cégtől, tehát megbízható cégtől omega-3 kapszulát, vagy még inkább kanalas omega-3-at szedni, és egy fontos további előnye az omega-3 szedésnek, hogyha valakinek elég magas az omega-3 indexe, majd mindjárt megmagyarázom, hogy ez micsoda, akkor például 8-12% körüli az omega-3 indexe, akkor 90%-kal kisebb kockázata van infarktusra. És egyébként depressziót szoktak klinikai vizsgálatokban kezelni omega-3-mal. Na most mindegyik ilyen vizsgálatban úgy szokták megadni az omega-3 mennyiségét, hogy 2 g, legalább 2 g EPA legyen benne. Az EPA az az egyik összetevője az omega-3-nak. Ezt azért fontos nézni, mert mondjuk valaki azt mondja, hát itt egy 1 g-os kapszula, bekapom, az biztos elég. Hát abban az 1 g-ban lehet, hogy csak 180 mg EPA lesz, tehát akkor abból a kapszulából mondjuk 12 ilyen kapszulát kéne bevenni. Kezdetben többet, aki eddig nem szedett, hogy föltöltődjön. Az omega-3 index az a vörös vérsejt omega-3 tartalmát jelenti, ennek 8-12%-nak kéne lenni, az átlag embernek 2-4% közt mozog, ez rendkívül alacsony, ezzel nem megyünk semmire. Mi a véleményed? Sok omega-3 van, és Németországban nagyon dívik most a lenolaj, amit régen kocsik kenésére használták. Igen, hát ez egy átverés, ugyanis a növényi omega-3, ami a lenolajban van, az kb. 5%-ban hasznosul, és egyébként is mondjuk, hogy felülről korlátos az a mennyiség, amennyit az emberi szervezet át tud alakítani állati eredeti omega-3-má. Tehát nem véletlen, hogy az egész élővilág az algákból él, mert az algák által termelt omega-3-at megeszik a halak, azért van bennük is magas omega-3, nem ők állítják elő az omega-3-at, és így tulajdonképpen a... Tehát algát kell ennünk. Hát... Tablettákat. Azt nem javasolnám, sokféle alga tabletta van, és abban van sok minden más is, úgyhogy legjobb egyszerűen a halakból kivont, tisztított omega-3-at szedni. Ez a leggarantáltabb forrás. Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Szendi Gábornak, hogy megint ilyen érdekesen beszélt hozzánk. Köszönöm Papp Zoltánnak a technikát, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel. Viszont hallásra. Tehát Szendi Gábor és Turcsányi Éva. Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bus Éva. Who can say?